Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Sokáig arról írt a sajtó, arról beszéltünk mi is, hogy Spéder Zoltán vajon miért kedvezményezettje a kormánynak, vajon miért jut ő mindig olyan pozícióba, olyan előnyökhöz, olyan helyzetbe, amelyekkel kapcsolatban mások, például a versenytársak úgy gondolták, hogy bizony ezek előnyök, és a számára alakították ki ezeket az előnyöket. Szóval hónapok, évek óta tart már ez a... Hát, hogy inkább azt mondom, hírfolyam, hogy aztán minek mi volt az alapja, azt önökre bízom. Az egyszer csak fordult a kocka, erről önök egész biztos, hogy értesültek már, de hogy pontosan mi történt és miért fordult ez a kocka, erről csak találgatunk. Minden esetre Spéder Zoltánnál házkutatás volt, nyomozás indult, felügyelet, vizsgálatot indít, szóval hirtelen, még csak véletlenül sem mondhatnánk azt, hogy valami egészen kegyeltje lehetne a magyar kormánynak, vagy személyesen a miniszterelnöknek. És a házkutatás tényét a rendőrség is megerősítette, és ma a Magyar Nemzet azt írta, hogy a házkutatás során hanghordozókat foglaltak le. Jellemzően lehet ez bármiféle informatikai eszköz, CD, DVD vagy pendrive, nem tudjuk, amin beszélgetések szerepelnek, méghozzá Orbán Viktorral és Rogán Antallal. Na, innentől kezdve meg aztán főleg érdekes a dolog. Molnár Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek is, kedves nézőknek is! És önök azért a belügyminisztériumtól, a belügytől kérnének tájékoztatást ez ügyben is, meg az ügyben is, amit Portik Tamás mondott a személyiségi jogi perrel, Juhász Péter és Rogán Antal között zajló per alkalmával, mint tanú. Mit kérdeznének a belügyminisztertől? Nagy tisztelettel azzal kezdeném, hogy megköszönöm azoknak a nézőknek, akik ilyenkor minket néznek, és nem a foci EB-n szurkolnak Németországnak, és igyekszem nagyon összpontosítani, és nem a háttérben lévő foci meccset nézni. Múlt időben beszélek erről. Bocsát, megmutatom a nézettséget. Nagyon sok néző az egyenes beszédet választja. Ezért kezdtem illő tisztelettel, hogy megköszönöm nekik, hogy ezt teszik, és nem a foci. Tehát, hogy ön most nem csak a szűk családja látja, úgy beszéljen, igen. És természetesen ebben a kedvező helyzetben vagyok, hogyha oldalra pillantok, akkor látom a mérkőzést. Múlt időben beszélünk róla. Múlt időben beszélünk róla, hiszen a belügyminiszterhez fordultam, tehát nem fogok, hanem megtettem ezt a mai napon mindkét ügyben, hiszen tisztán kell látnom magamnak is. Nyilván lehetséges utána össze is fogom hívni a Nemzetbiztonsági Bizottságot, ez attól is, hogy milyen írásbeli választ kapok. Mindkét ügyben rengeteg találgatást, ahogy ön felsorolta, látott napvilágot, nem látunk tisztán. De szükséges, hogy ugye a jogállam fékek ellensúlyok rendszerének védelmében a Nemzetbiztonsági Bizottság tájékozódjon, és nem csak a sajtóhírekről, és nem csak a rendészeti kérdésekről, hanem mögébe kell látni az ügyeknek, hogy vajon milyen nemzetbiztonsági vonatkozása lesznek. Hogy szívesen mögébe látnánk erre mi is. Mit kérdeznek Pintér Sándortól? Én elsőként a Spéder ügyben azt kérdeztem, hogy lehetséges-e, hogy valamilyen összefonódás lehet a politikai vezetés és a adott esetben a bankszektor között, milyen hangkordozók, amikről ön beszélt, ez már második kérdés. Lehetséges-e összefonódás a bankszektor és a kormány között? Ezt igen, hiszen, hát pontosan, hiszen ennek ugye bizonyos értelemben nemzetbiztonsági vonatkozása is lehet, hogyha a politikai döntéshozatalba esetlegesen feltételezve, hiszen én kérdezek, hiszen ön helyesen mondta az előbb, hogy alapvetően sajtóhírekről beszélünk. Nem, én csak csodálkozom. Így van, mi is. Ugye azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy a kormánypártok környékén előfordulnak csatározások a vállalkozói elitjük között. Ugye nem olyan régen, ugye Simics Kajos kapcsán lehetett tapasztalni egy ilyen hatalmi harcot. Most ugye jó eséllyel gondolhatjuk azt, nem tudjuk, gondolhatjuk azt, hogy ez is valami hasonló hatalmi harc. Csatározás, hát ez már inkább kivégzés, nem? Azért kell óvatosan fogalmazni, mert azt nem tudjuk, hogy a büntetőeljáráson megindult, ez alappal indult, vagy nem. Tehát nyilván ezt is tisztázni kell, hogy ez most a média elleni, a szabad média elleni támadás, mert akkor ki kell állni a szabad média mellett, az Index mellett. Amennyiben viszont adott esetben mégiscsak alapja van ennek a büntetőeljárásnak, az egy más kérdés. Ennyi hírből és ennyi információból még nem lehet tisztán látni. Nyilván a jogállami szabályok szerint a törvény mindenkire vonatkozik, Spéder úrra is, másra is, de hogyha ez egy koncepciós ügy, amit szintén lehetne feltételezni, nem lehet tudni feltételezni, akkor ez egy más kérdés. A független magyar médiától el kell emelni a kezeket, és nem lehet beavatkozni. Mondana három gondolatot politikusként, tehát most ez a Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnökének a hivatalos véleménye, ami teljesen korrekt, ezt kéri, tájékoztatás, összehívja a bizottságot, pont. Politikailag... és most nem Nemzetbiztonsági Bizottsági elnökként kérdezem, hanem szocialista politikusként, mi ez? Mi zajlik itt? Nekem is az a megérzésem, amit a szerkesztő asszony mondott, hogy valamiféle hatalmi arc kezdődhetett el, hiszen nagyon sokáig jól láthatóan kedvezményezettje volt
Spéder úr a kormánnyal való viszony miatt nagyon sok ügynek, és valami ott történhetett, amiben sem Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként, sem szocialista politikusként nem tudok belelátni, de láthatóan a dolgok nem történhetnek véletlenül, még akkor sem, hogyha azt ne zárjuk ki, hogy tényleg történhetett bűncselekmény. Tehát ezért fogalmazok óvatosan. Mármint az FHB házatáig. Igen, ennek kapcsán így van, tehát azért hát azok az a nyomozati senki cselekmények. Senki nem mondta, hogy nem történt, a világon bárhol történhet bűncselekmény. De tehát Simicska, Lajos és Orbán Viktor viszonyában történt valami, hogy nagyjából találgattunk, hogy mikor, hogy mi történhetett, ami ott egy ilyen töréspont volt. Az, hogy Spéder és Orbán viszonyában mi történt, azt nem tudjuk, de nem is olyan volt a viszony, mint... Nem volt annyira közeli a viszony. Ez egy más szint volt. Tehát aki a legokosabb közülünk, annak azért más a viszonya ahhoz a társasághoz már, hogy akik között ő, Orbán Viktor elmondása szerint a legokosabb volt. Szóval itt az üzleti körben, a bankvilágban, a Fideszhez közel álló szűk körben lévő kevesek közül egy valaki oly mértékben esett ki ebből a körből, hogy ez már, ha csak a sajtóhíreket nézi, a televíziós összeállítást, a képriportokat... Ez több, mint kiesni talán. Tehát azt hát lehet mondani, ez hogy már... erre azt lehet mondani, hogy nem csöndben távozott érdemei elismerése mellett, hanem egy, és hangsúlyozom, itt válik ketté az ügy, hogy valós a büntető eljárás, vagy esetleg valamilyen koncepciós eljárás van szó, nem lehet tisztán látni. Ennyi információban nem lehet tisztán, de az egyértelmű, hogyha ez a média elleni támadás, hiszen ne felejtsük el, hogy itt nem csak a bankszektorról van szó, hanem a médiabirodalom. Ha abba történik beavatkozás, az már a jogállam durva megtiprása, akárkiről is van szó, tehát ilyen szempontból... De nem történt volna a médiabirodalomba való beavatkozás, hogyha nem történik valami Spéder és Orbán viszonyában, nem? Ezek vélelmek. Azt is látni fogjuk majd, hogy alapvetően ez a média miatt történt, és amiatt egy ok vagy egy ürügy a bankszektor, vagy fordítva a bankszektorban történt valami olyan, aminek a következménye a média szektor. Ezt most még én magam nem látom, de nagyon szeretném tisztán látni, hogy gondolom önök is, ön is, hogy vajon melyik lehetett előbb, a tyúk vagy a tojás, erre választ fogunk várni. Igen, engem most már abszolút se kukori, se kotkoda most nem érdekel. Az érdekel, hogy Spéder hol rántotta ki a gyufát, de az nagyon érdekel. Ez aztán, tehát a gyufa kirántásával azonnal a láng is lobbant. Ezek a bizonyos hangfelvételek, ugye erről se tudjuk, mert rendőrség sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy most akkor vannak, nincsenek, lefoglalták-e, bár nagyon sokat mondó volt az, ahogy Tuzson Bencétől az újságírók megkérdezték mai sajtótájékoztatón, és ő azt mondta, hogy biztos benne, hogy a kormány nem fél attól, hogy kompromitálódik. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy milyen hangfelvétel hagyjanak, mert milyen hülyeség, hanem mi nem fogunk kompromitálódni. Tehát nem tagadta a hangfelvételeknek a létét. Ebből jó esélye, én is arra következtetek, bár egyenlően ez is Tuzson úrnak, meg a rendőrségnek a nem cáfolatából következik, de logikailag valóban az a helyes következtetés, hogy jó esélye valamilyen hangfelvételek vannak. Itt először is tisztázzuk, hogy ezek hogy készültek, jogszerűen készültek-e. No, pláne akkor, hogyha ezek valamilyen tényleg kompromitáló beszélgetéseket tartalmaznak. Ezek nagyon veszélyes vizek, hiszen a magyar kormánytagokat is érinthetik, nyilván ennek súlyos politikai következménye lehetnek, de egyelőre hangsúlyozom, itt is találgatásokról beszélünk, tehát azért nagyon óvatosan kell ezekkel eljárni, hiszen sajtóhírek, ráadásul egy olyan személy, aki ugye együtt megállapítottuk az előbb, hogy valamilyen eljárás kapcsán erősen zuhanó félben van a csúcsról, hogy ő miket mond ebben, azért óvatosan kereszt kezelni. Eleve miért születtek ezek a hangfelvételek? Igen, tehát ezek kezdve jogszerűen is ezeket... miért? Amikor azt mondta, hogy megkérdezné Pintér Sándortól, hogy van a bankszektor és a kormány vagy a kormányfő között kapcsolat, akkor én csak mosolyogtam, hogy tényleg ez milyen jogos kérdés, éreztetve azt, hogy talán a választ mindannyian tudjuk már, de nyilván erre hivatalosan válaszoljon a belügyminiszter. De tudja, ezeknek a hangfelvételeknek a léte, hogyha van, már eleve az bizonyítja, hogy ez a kapcsolat is létezik. Én például nem tudnám Orbán Viktor és az én közöttem zajló telefonbeszélgetést rögzíteni, mert soha nem hív fel. Tehát, hogy Spéder Zoltánnak ezek ketten szerint... vagyunk így ebben a teremben. Meg még azért vagyunk ebben az országban, hogy pár. Spéder Zoltánnak ezek szerint más volt a viszonya a miniszterelnökkel. Igen, hát ez mondjuk nem izgalmas, hiszen azt, hogy Spéder úr kapcsolatban állt a kormányzati körökkel, köztük a miniszterelnökkel, ez köztudomási tényleg. Miért az se? Tarsolj Csaba miért ír levelet? Spéder Zoltán miért beszélget vele? Igen, ezek a magyar közéletnek a súlyos kérdése, és egészen biztosan a Nemzetbiztonsági Bizottság, mint aki még az utolsó védő bástrája lehet a fék
értékek és ellensúlyok rendszerének ennek a végére próbál járni, nyilván korlátozott eszközökkel. A magyar közéletnek, és ezért mondom a médiát is ebben a kérdésben, hogy nagyon-nagyon tisztázni kell azt az alapvető kérdést, hogy ez valóban a bankszakma, a bankszektornál történhetett valami visszaélés, amit adott esetben a hatalmi arc eszközének tekint a kormány, vagy pedig a média birodalom ellen indul, hiszen azért azt látni kell, és ki kell állnom az Index mellett, hogy nyilvánvalóan hát az Index sok borsot tört az orra alá. Meg a Népszabadság, meg a megyei napilapok, van itt a portfólióban. Szóval itt nagyon sok kérdés van, aminek természetesen részben a Nemzeti Sportnak is lelkes olvasója vagyok, tehát nagyon sok olyan kérdés van, amelyik többre, messzebbre vezet, mint önmagában a Nemzetbiztonsági Bizottság, de azt tisztázni kell, hogy vannak-e olyan szálai, továbbra is a németek vezetnek. Tehát, hogy vannak-e olyan szálai a kérdésnek, amelyek adott esetben nem az általános politika, hanem konkrétan ahhoz kapcsolódnak, hogy van-e valami nemzetbiztonsági vonatkozása, lehet-e olyan, hogy ezáltal valaki zsarolhatóvá. Ezeket tisztázni kell, nagyon bízom benne, hogy ezt megtesszük, ha kell nyáron is. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz, hiszen kevés olyan eszközünk van, ami ebben az ügyben a valóság kiderítésére alkalmas. Hát ez a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése akár alkalmas. Az átülés nagyon sok, igen, pontosan, csak ugye azt is tudni kell, hogy az átülésnek korlátai vannak, és azt már magam többször tapasztaltam, hogy mennyire másképpen hallom vissza az átülésen történteket politikus társaimtól, vagy a sajtóképviselőitől, de egészen biztos, hogy végére fogunk járni az igazságnak. Én meg hogy szeretem, hogy egy zárt ülés után a vendégem, és semmit nem mondhat el, én meg mindent tudni. Ó, azért én igyekezni szoktam, hogy a határokat feszegetve, de nem túllépve kell ezt megtenni. Nézzük a másik ügyet. Ez már azért sokkal konkrétabb, tehát nem arról van szó, hogy azt írta az újság, hogy, hanem Portik Tamás megjelent egy bírósági tárgyalóteremben tanúként, sok tekes vigyázott rá, mert hogy más ügyben nem tanúként, hanem vádlottként szerepelt már a bíróság előtt többször, és azt mondta, hogy egy esetben egészen biztos, hogy 10 millió forintnak, mármint hogy az ő állítása szerint megfelelő eurót vitt Rogán Antalnak, ingatlan ügyek értékbecslése, intézése okán, aztán arra a kérdés, hogy vajon több ilyen ügy lehetett-e, talányosan azt mondta, hogy ő most csak erről az egy ügyről nyilatkozik. Itt kitől mit akarnak megtudni, mert ezek már konkrétan elhangzottak, nem is akárhol, bíróság előtt. Így van, hát ennek is van egy rendészeti része, van egy személyiségi jogi per, van ennek egy rendészeti része, hogy történt-e bűncselekmény, és nyilván tisztázni kell azt is, hogy ennek az ügynek... 10 milliót vinni egy vezető politikusnak történt-e bűncselekmény? Hát ugye ez egy állítás, de a nemzetbiztonsági vonatkozása. Ezt akartam mondani, természetesen ez a feladata a rendőrségnek, ügyészségnek, hogy kiderítse, a személyiségi jogi pernek az a része az izgalmas, hogy egyáltalán ismerték egymást, van egy bizonyítási eljárás, és van egy nemzetbiztonsági lehetséges szála. Ismerték-e? Hogy... Miért ismeri például Portik Tamást? Na hát igen, itt egy nagy titkot árok, én ismertségek nem mondanám, találkoztam vele, és akkor ez nagyon izgalmasan hangzik. Sőt, még bárki azt mondaná, gondolná, hogy személyes ismeret, itt tartok egy nagyon rövid határszünetet, majd elmondom, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként 2 évvel ezelőtt 3 órán keresztül hallgattam meg egy kihelyezett ülésen a Büntetésvégrehajtási Intézetben, mint egy 8-10 kommandós jelenlétébe Portik urat, lehet, de hogy 4 órát is tartott, nem a bizottság tagja is nem voltak, de én vezettem, tehát személyesen én tettem fel a kérdéseket több órán keresztül, nyilván a végén a bizottság többi tagja is feltett kérdéseket, tanulságos volt. Távol álljon tőlem, hogy ebben az ügyben igazságot tegyek, hiszen attól, hogy valakit jogerősen elítéltek emberülésért, attól még más ügyben éppen mondhat igazat, azonban ott rám olyan benyomást tett, ami azért az ő szava hihetőségét erőteljesen megkérdőjelezi. Tehát az igazság bajnokoként és hivatási hivatkozásra. Bárkiről? Hát ez a személyes véleményem, hogy 3-4 óra meghallgatás után ettől úgy fogalmaztam, akár igaz is lehet, amit mond, de amitől ott elmondott, és ugye ennek egy része nyilvánosságra került, hiszen készült erre egy jelentés, ott vadabbnál vadabb állítások sorozata volt. Ön ami... most megkérte valaki, hogy Rogán Antal védelmében ja, azt a kommunikációt nem, mondja, nem, amit a Fidesz kommunikációs osztálya is kiadott? Majdnem biztos voltam, ezért, ha ez így lenne, akkor nem fordultam volna azonnali kérdéssel a belügyminiszterhez, és nem mondanám azt, hogy akár igaz is lehet, de azért arra vigyáznia kell minden politikusnak, hogyha Portik Tamás tekinti majd hivatkozási alapnak, és ez szerintem önre is, rám is, és mindenkire igaz, akkor nagyon veszélyes vizeken is járhat, hiszen de akkor ez a bíróság dolga. Portik Tamás állításait fenntartással kell kezelni. Én csak ennyit állítok, és ezt ebből ki is fog tartani. Tanúként igazmondás kötelessége rá is vonatkozik, akármilyen más ügyben ítélték el, akárhány fokon. Természetesen. Tanúként egy bírósági tárgyalóterembe a bíróság előtt tesz tanúvallomást.
ott, tehát ez a tanúvallomás, ez kizárólag a bíróságra tartozik, hogy ezt most szavahihetőnek, vagy nem szavahihetőnek tekinti. Így van, és de az, hogy a politika... A jelentést is tehetne természetesen politikus, van ilyen lehetősége. Na de ez a Fidesz kommunikációja, hogy ez egy büntetett előéletű ember, nem szavahihető. Nem, bocsánat, a Fidesz kommunikáció, nem, szerkesztőasszony, ebben játszanak a biztos, nem fog belemenni. A Fidesz azt állítja, hogy ez nem igaz. Én azt mondom, hogy nem tudom, hogy igaz-e. És azt mondta, hogy nem szavahihető. Hát a Portik úrnak az egyéb vallomása, hogy nem ebbe az ügybe, hiszen ezzel most állt elő azon a meghallgatáson. De most ezzel miért állt elő? Hát ezt én nem tudom, ezért fordultam a miniszterhez. Miért állt elő, azt kérdezem. Ezzel az áll, hogy a Portik nem szavahihető. Én nem álltam elő, ön kérdezte, hogy miért fordultam a belügyminiszterhez, én azért, mert végére akarok járni ennek az ügynek, és tisztázni akarom, hogy mi áll az ügy mögött. Azonban miután 3-4 órát... De a Pintér Sándor nem fogja tudni, hogy a Portik szavaihető, vagy nem. De akkor majd jön az alkotmányvédelmi hivatal, jön a rendőrség, tehát én addig fogok menni, amíg a végére fogok érni ennek az ügynek. Viszont azt állítom, hogy egy 3-4 órás meghallgatáson, ahol Portik Tamást meghallgattuk, ott meredekebbnél meredekebb állításai voltak, amiket az élet cáfolt. Ezért mondom azt, hogy nem tudom, mi az igazság. A Fidesz azt mondja, hogy nem igaz, én azt mondom, hogy nem tudom. Azért szerkesztőasszony, a kettő állítás között igen jelentős különbség van, amikor valaki azt mondja, hogy elsőként nem ad teljes egészében hitel Portik Tamásnak. Ez igaz, csak ezért fogunk kérdezni, és ezért fogok a végére járni, ha kell július 10-én az Európa-bajnokság döntő időpontjában is összehívom a bizottságot, hogyha van erre majd konkrét tény. Azért csodálkoztam, mert önt viszont senki nem kérte arra, hogy minősítse Portik Tamás igazmondás vagy nem igazmondás béli képességét. Én arról beszéltem, és ezt meg is erősítem, hogy 3-4 órás nagyon részletes vallomás kapcsán kétségeim vannak az ő szavahihetőségével, de hozzáteszem, ebbe az ügybe akár igazat is mondhat, és akár igaz lehet, hogy nem 10, hanem 20 vagy 100 millió forintot vitt a Rogán Antalnak, és akkor a büntetőeljárásnak el kell majd indulnia. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.